Vidámak és jókedvűek az idősek az István szeretett otthonban. A nyári hónapokban 6 fiatal diákmunkásként segít nekik a mindennapokban. Az itt élők úgy érzik, mintha saját unokáikkal töltenék együtt az időt. Az elmúlt napokban ezt a szeretetfát közösen készítették a diákokkal, amelyre csütörtök délelőtt kerültek fel a falevelek is, amelyek a 30 itt élőt jelképezik. A fiatalok több módon is segítik az intézményt. Azért jöttem ide, mert itt lakok Nyíregyházán, így úgy gondoltam, hogy itt szeretnék munkát vállalni. Az Irgalmas Samaritánus Központban vagyunk, és nagyon sokféle feladatot látunk el, szinte minden nap másmilyen dolgot csinálunk. Itt az István szeretett otthonban is dolgozunk, az öregekkel foglalkozunk, illetve az Anna otthonban is, ott pedig a fogyatékos fiatalokkal szoktunk lenni napközben, velük beszélgetünk, segítünk nekik, illetve az állatkertben értékesítjük azokat a dolgokat, amelyeket ők készítenek gyöngyből. A diákok az önkormányzati diákmunkaprogram jóvoltából töltik itt nyári szünetük egy részét, de korábban többen már az önkéntes közösségi szolgálatukat is itt teljesítették. Intézményünk idén először csatlakozott ehhez a lehetőséghez. Igazából még ebben az évben nyílt meg arra a mód és a lehetőség, hogy az egyházak is csatlakozhassanak. Mi azt lehet mondani, hogy szinte az utolsó pillanatban kerültünk bele a programba, mert július elején értesültünk arról, hogy van ilyen lehetőség, és körülbelül egy hetünk volt arra, hogy mindent megszervezzünk, a papírmunkát elvégezzük, illetve jelentkezzünk is, hogy bevegyenek bennünket ebbe az egészbe. Nagyon nagy haszna van. A nyári diákmunkaprogramot a megyei kormányhivatal koordinálja. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy egyre nagyobb rá az igény. Ettől az évtől már nem csak az önkormányzat intézményeiben dolgozhatnak a tanulók. Összesen 380 millió forint támogatás áll rendelkezésünkre, amiből 3200 fiatalnak a nyári munkáját finanszírozunk meg tulajdonképpen. Ezek a fiatalok önkormányzatoknál, egyházaknál, és az idei évtől már vállalkozásoknál is dolgozhatnak, abban az esetben, hogyha ez vendéglátás vagy a mezőgazdaság területén van. Úgyhogy nagyon jók a tapasztalatok, és azt látjuk, hogy a fiatalok is keresik ezeket a lehetőségeket. Az önkormányzati diákmunka keretében naponta maximum 6 órát dolgozhat egy fiatal, a vendéglátás területén vagy a mezőgazdaságban pedig maximum 8 órát. Az is különbség, hogy amíg az önkormányzati és az egyházi diákmunkások bérét teljes mértékben finanszírozza a program, addig a vállalkozói diákmunkások juttatásainak 25%-át az érintett vállalkozásnak kell fizetnie. Országos szinten idén több milliárd forintot fordít a kormány a programra. A kormány országosan mintegy 3 milliárd forinttal segíti, hogy minél több diák dolgozhasson, és azt gondolom, hogy itt ebben a megyében népszerű ez a program, és ahol én országgyűlési képviselő vagyok, itt Nyíregyházának Ezerenészén és Nyugat-Szabolcsan is, több mint 500-an dolgoznak ebben a programban, és a diákok szempontjából is fontos, hiszen ők kenyérkeresők lesznek 2 hónapra, de nem csak az ő egyéni szempontjuk szerint, hanem megismerik a felnőttek világát, megismerik a munkavilágát, és a munkaerőpiac is fejlődik ezáltal. Hiszen tudjuk, hogy ma már Magyarországnak gondja az, hogy munkaerő problémák vannak. 2010-hez képest 750 ezerre dolgoznak többen, de mivel a gazdaság jól működik, ezért szükség van szakemberekre, szükség van orvosra, szükség van tanárra, szükség van alkalmazottakra. A 2 hónapos önkormányzati diákmunkaprogram augusztus végén zárul. Szabolcs megyében 3000 diák az önkormányzatnál vagy egyházi intézményekben dolgozik, 200 fő pedig vállalkozásoknál kapott munkalehetőséget.